Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója október 17-én szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Pannon Tudományos Nap. Már 14. alkalommal rendezték meg Kanizsán a dunántúli kutatók legfrissebb eredményeit ismertető konferenciát. Megállapodás. Szerződést kötött a Kanizsai és a Lendvai Kamara. Az együttműködés célja a városok gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatainak erősítése. Digitális jóléti programpont. Az informatikai eszközök használatában, a biztonságos internetezésben és a digitális világ jobb megismerésében segít a Vöröskereszt új szolgáltatása. Most pedig a részletek és további híreink. Tudományos napot tartottak a Penen. Az évenkénti konferencia sorozatot 2004-ben indította útjára a Magyar Tudományos Akadémia. Az érdeklődők különböző témákban hallgathattak szakmai előadásokat a Nagykanizsai kampuszon. A fórumon a Pannon Tudományos Díjat is átadták. Számos, egyebek mellett agrár, társadalomtudományi és szociológiai témában is hallhattak előadást az érdeklődők a Pannon Tudományos Napon. A konferencián elhangzott, a paksi atomerőmű számára is fontos a fiatal, tehetséges kutatók támogatása. Számunkra nagyon fontos a tudományos élet és a műszaki háttér az atomerőmű működtetéséhez, és az, hogy a Dunántúl ezen részén is ilyen magas szintű tudományos munka folyik, ez mindenképpen nagy érték az atomerőműnek, és azt gondolom az egész társadalomnak. A konferencia sorozatot 2004-ben indította útjára a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Területi Bizottsága. A fórum egyik fő célja az volt, hogy az előadók megismerjék egymás szakterületét és kutatásait. Ez tulajdonképpen a dunántúli tudományosság seregszemléje, ez a Veszprémi Akadémiai Bizottság, illetve a Pécsi Akadémiai Bizottság együttműködésében valósul meg, és ez egy igazi interdisziplináris fiesta. Ilyet alkalom nyílik a különböző tudományos műhelyeknek egymás munkáinak megismerésére, saját tudományos eredmények bemutatására. A konferenciának 14. alkalommal adott otthon Nagykanizsa. Dénes Sándor polgármester kiemelte, a városban működő kampusz diákjai számára is fontos, hogy minden évben Kanizsán rendezhessék meg a Pannon Tudományos Napot. Ez a konferencia egy olyan eseményé válik, ahol érthető formában kap információt a hallgatóság a Dunántúl legújabb kutatásairól, mint egy részévé válva a tudomány különböző ágainak, és inspirációt merít saját gondolataihoz is. A konferencián elismerést is átadtak. A Pannon Tudományos Díjat idén Bedő Zoltánnak ítélték. Az akadémikus a búzanemesítés területén végzett elhivatott kutatásaival és annak továbbadásával érdemelte ki a rangos elismerést. Együttműködési megállapodást kötött a Kanizsai és a Lendvai Kamara. Az erről szóló szerződést délelőtt írták alá Lendván. A társulást a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte. A felek az együttműködéssel a két város gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatait erősítenék meg. A Lendvai és a Nagykanizsai Kamara közötti megállapodás célja, hogy a résztvevők megerősítsék a két város korábbi kapcsolatait, segítsék a helyi vállalkozókat, valamint közösen vegyenek részt európai projektekben. A jövőben ez főleg a kis és középvállalkozókat fogja érinteni, ezért is örülünk neki, hiszen nálunk is ez egy fontos terület. Másrészt pedig az informatika és a digitális világban való együttműködés, ami mind a két területen fontos, és mind a két országban van itt még mit tenni. Az együttműködést a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte. Örömmel fogadtuk ezt a együttműködési megállapodást. Minden szinten ez jó, hisz először, hogy a nemzetközi közreműködés, a barátság fejlődés a két város között, és akkor továbbra is a magyar nemzeti kisebbség véget is, hisz a lent van, ami vannak az intézetek, a magyar kisebbség intézetek. A két város kamarái a jövőben rendszeres találkozókat is szerveznek. A kezdeményezéssel nem csak a gazdasági, hanem a kulturális és turisztikai kapcsolatokat is szorosabbra kívánják fűzni. Segít az internetezésben és a digitális világban való eligazodásban a Vöröskereszt.
Újabb szolgáltatással, a digitális jóléti programponttal várja az érdeklődőket a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezete. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően korszerű informatikai eszközökön biztosítanak lehetőséget a világháló böngészésére, igény esetén a laptopok, tabletek, okostelefonok használatát is megtanítják. A szakképzett mentorok segítséget nyújtanak a biztonságos internetezés megtanulásában, a digitális világ jobb megismerésében, valamint bármilyen digitális feladat elkészítésében az önéletrajz összeállításától egészen a nyomtatásig. A szervezet Sugárúti irodájában működő digitális jóléti programpont minden szolgáltatása ingyenes. A látáskultúra fejlesztése, az éles látás iránti igény élénkítése, a szembetegségek korai felismerése is célja a Látás Hónapja kampánynak. Az akciót mintegy 10 éve minden októberben megrendezik az országban. A Magyar Látszerész Szövetség és a szakma ilyenkor ingyenes vizsgálatra várja az érdeklődőket a kampányhoz csatlakozó optikákban. A látásvizsgálat, a szemnyomásmérés, a szürkehályok szűrés mellett az évről évre változó, kiemelt témával is az egészséges látás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Idén a kékfény elleni védelem nagyon fontos ebben a felgyorsult világban. Nagyon sok fiatal használ táblagépet, okostelefon, GPS-t. Ezek által kibocsátott kékfénynek van egy káros tartománya, ami a hormonokra is hatással van, tehát akár ilyen alvás, éberléti állapotot is befolyásolhat, és akár az anyagcserére is kihathat. Tehát nagyon fontos az ezek elleni védelem, amit a szemüveglencsére viszünk rá, és akkor a kékfénynek ezt a káros hatását kiszűri, és ezáltal nyugtatja a szemet. Már csak 2 hétig, azaz október 31-éig használhatók a készpénzes vásárlások során a régi 1000 forintos bankjegyek. November 1-től már csak az idén márciusban megjelent, megújított 1000 forintos címletet fogadják el a kanizsai kereskedők, szolgáltatók is. A régi 1000 forintos bankjegyek a határidő után sem veszítik el értéküket, mert minden bank és postafiókban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók azonos címletű, törvényes fizetőeszközre. Egyébként a forgalomban levő 1000 forintos bankjegyek 80%-a már a megújított címletű, derül ki a Magyar Nemzeti Bank közleményéből. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A gyermek és a család segítése. Kicsiket és kamaszokat is vihetnek szüleik a pedagógiai szakszolgálat egyéni és kiscsoportos foglalkozásaira. Pillanatképek. Megnyílt a település rész múltját bemutató kiállítás a Palini iskolában. Határtalanul. Élménybeszámolót tartottak a kőrös is hetedikesek a muravidéki és horvátországi kirándulásról. Újabb szolgáltatásokkal bővült a Zala megyei pedagógiai szakszolgálat nagykanizsai tagintézményének fejlesztési kínálata. A gyermek és a család segítését szolgáló egyéni és kiscsoportos foglalkozásokra nem csak kicsiket, hanem akár kamaszokat is várnak szüleikkel. Az ingyenes foglalkozásokat a tagintézmény Rózsa utcai épületében tartják. A Zala megyei pedagógiai szakszolgálat nagykanizsai tagintézménye idén is készült az óvodás és iskoláskorú gyermekeknek a fogadására, és a korábbi évek tapasztalataira alapozva próbáltunk meg olyan csoportokat összeállítani, amire érdeklődés is lenne a szülők és a gyermekek részéről, illetve ami különböző fejlesztéseket tesz indokoltá. Ha ezeket a csoportokat összefoglalnám, akkor szolgáltatói kosár néven mutatnám be őket. A szolgáltatói kosár tulajdonképpen azt tartalmazza azokat a területeket, amelyek köré a fejlesztés összpontosul. Ezek a területek a beszéd, a mozgás, a magatartás, a viselkedés, illetve idén először megcéloztuk a szülőket, illetve a kisgyermekes családokat is. Megnyílt a városrész múltját bemutató Pillanatképek című kiállítás a Palini Inkei Boldizsár általános iskolában. Az intézmény a Túri György Múzeummal közösen állította össze a tárlatot, amelyen kordokumentumok és korabeli fotók is láthatók. Az iskola és a múzeum munkatársai is gyűjtötték az emlékeket a névadó hét keretében megnyílt kiállításra. Régi fényképeket, bizonyítványokat, tárgyakat kaptak a tárlathoz a paliniaktól. A kiállítás anyaga annyira gazdag és bőséges,
hogy itt meg lehetne tartani akár egy történelem órát is 7-es, 8. osztályos gyerekeknek, egyébként erre valószínűleg sort fogok keríteni, jó magam, mint történelemtanár. A képek nagyon sokfajta korszakban készültek és korszakból származnak, érintik a közelmúltunkat, a 80-as, 70-es éveket, visszafelé haladunk 50-es évek és a háború előtti időszakot is. Takács Máriának, a Palini iskola tanárának a múzeum részéről Kuni Zsuzsanna adott szakmai segítséget. A gyűjtő munkában pedig örömmel vett részt a múzeum, mondta híradónknak Száraz Csilla. A gyűjtésnek és a történettudományi történészi munkának nagyon fontos része a régi fotográfiák gyűjtése, ami a mai világunkban egy kicsit reneszánszát éli, és ez segíti a mi munkánkat, és ezek a családi fotók tulajdonképpen a személyes történelmet, a szubjektív történelmet mutatják meg, de mégis annak az adott közösségnek nagyon fontos pillanataira emlékezik. A Pillanatképek című kiállítás tanítási időben tekinthető meg a Palini Inkei Boldizsár általános iskolában. Muravidéken és Horvátországban kirándultak a Kőrösi iskola diákjai. A Határtalanul programnak köszönhetően 50 diák látogathatott el Szlovénia magyar lakta területeire, valamint Zágrábba is. A kísérőkkel együtt 55 fős csoport számos történelmi emlékművet is megnézett az ötnapos túra során. A tanulók itt is különböző szakörökön vehetnek részt. Élménybeszámolót tartottak tegnap délután a Kőrösi iskola 7. évfolyamos tanulói a muravidéki és horvátországi utazásról. A kiránduláson a kulturális történelmi nevezetességek meglátogatása mellett a sportra is maradt idő. A legjobban nekem a Mura folyón való csónakázás tetszett, és nagyon sok helyen jártunk. A gyerekek történeteiből kiderült, a Határtalanul program keretében tett túra tartalmasan telt. Hodoson, Zágrábban és Fiuméban, vagyis Rijekában is számos olyan helyre ellátogattak, amely nem számít elsődleges turista célpontnak. Olyan helyeket is jártunk, ami nem feltétlenül turista célpont, és ott is gyönyörű magyar vonatkozású vár, meg templom van. A Kőrösi iskola már régóta részt vesz a Határtalanul programban. Ennek köszönhetően az iskola tanulói már jártak Felvidéken, valamint Erdélyben is. Keszics Bogdán karate nagymester tartott szemináriumot Nagykanizsán. A Kime Sotokan Karate Egyesület másodszor látott vendégül egy magasabb fokozatú szerb nagymestert. A vajdasági Nagybecskerekről származó tréner kétszer másfél órás edzést, majd danvizsgát tartott. A szintfelmérőt a zalai küzdősportolók közül Vidák Anna Vivien teljesítette sikerrel, aki ezzel fekete övet szerzett. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Pannon Tudományos Nap. Már 14. alkalommal rendezték meg Kanizsán a dunántúli kutatók legfrissebb eredményeit ismertető konferenciát. Megállapodás. Szerződést kötött a Kanizsai és a Lendvai Kamara. Az együttműködés célja a városok gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatainak erősítése. Digitális jóléti programpont. Az informatikai eszközök használatában, a biztonságos internetezésben és a digitális világ jobb megismerésében segít a Vöröskereszt új szolgáltatása. Ez volt a Kanizsa TV híradója október 17-én szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!